Jó estét kívánok! Jól csinálom? Lassan, komótosan, megfontoltan, lehetőleg mosoly nélkül. Na jó, nem lehetetlen, hogy ez utóbbi övön aluli volt. Mert hogy azért ő szokott mosolyogni, igaz, hogy mértéktartóan, mint ahogy mindenben mindig visszafogott, és mindig tartja a mértéket. Olyannyira, hogy magáról is viszonylag keveset beszél. Na hát én ma este abban bízom, hogy nálunk kivétel tesz. A Krizsó színpadán fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel Vámos Miklóst. Foglal helyet, Miklósek. Jó megérkezni egy színpadra, ahol az embert éppen cikkizik. Nem, csak kedveskedtem neked, de hát nem tudtam überelni a táskádat. Megmutatod egy kicsit, hogy mi minden van mit benne? Mit szeretnél látni? Hát mi van bennem? Azt láttam, hogy van benne vagy 12 darab könyv. Az lehet? Jól láttam? Nem. Rosszul látod te. Egy könyv van benne, de az rendkívül vastag. Ja, az tényleg, és Tolsztoj. Hát bocsánatot kérem. Valami rosszabbra számítottál. Hát valami ponyvára, úgy azt gondoltam, hogy csupán. Ponyva, az most éppen nincs. Na mindegy. Ami benne van, az mind kell. Hogy ébredtél ma? Milyen nap van? Hétfő. Hétfő? Arra ébredtem, hogy hívni kell egy vízvezetékszerelőt a házba, mert egy helyen eldugult a lefolyó. Megcsinálta? Tehát kijött? Hívtam, megcsinálták. Tudod, az életkor nagy előnye, hogy minden van már a telefonkönyvben. Mindenre van egy ember. A baj az, hogy mostanában, mikor úgy fölütöm, és azt mondom, ez egy jó asztalos, fölhívom, kiderül, hogy Bécsben van. Igen, a másik de... majd Münchenben, és akkor folytatom. De azért jut is marad is. Na csak azért kérdeztem, mert hogy, hát hogy mondjam, az a hír járja rólad, hogy nem mindig lehet tudni, hogy amikor veled leül valaki beszélgetni, akkor éppen jó kedvedben vagy rossz kedvedben talál, és ha ne agyisten nem jó kedvedben talál, akkor nem vagy annyira kedves. Én meg azt szeretném, ha már nagyon kedves lennél. Az emberi viszonyok kétoldalúan működnek. Akivel kedvesek, az esetleg kedves, akivel nem kedvesek. A legnehezebben akkor tudom kedvességre parancsolni magamat, amikor jönnek olyan kérdezők, akiknek fogalmuk sincs semmiről. A semmi mit értünk? Tehát, hogy hát mondjuk semmiről? Leült valaki, és azt mondta, ön egy híres újságíró. Mondtam, tényleg? Igen. És mondom neki, ez egy ilyen miniszoknyás 20-22. Mondom, 20? Tudtam, hogy nem úszol meg. 22. És akkor mondom neki, mondja drága, konkrétan mit olvasott tőlem? Azt mondta, konkrétan semmit. Mondta, akkor menjünk haza. Egy másik, egy nagy tekintélyű ember, némi professzori alűrökkel, de tovább nem merészkednék, az meg elhívott egyszer egy televízió műsorba, és megüzente, hogy a legutóbbi könyvem neki annyira tetszett, hogy azért. Oda mentem, és mikor a 16. perce azt kérdezgette, hogy én miért váltam el, akkor azt mondtam, azt üzentett, hogy nagyon tetszett a könyvem. Nem arról fogunk beszélni? Azt mondta, nem. És ez baj? Mondtam, és ez baj. És fölálltam, hazamentem. Nem, mi ezért fogunk a könyvedről beszélni, tehát, hogy nyugodtan dőlj hátra, kényelmesen. Azt szeretnéd, ha hátra dőlnék? Nem, és csak arra mondtam, hogy érezd otthon magadat. Azért dőlök előre, mert úgy figyelek rád. Ja, jól van, én is nagyon rád, ezt látod. Na. Csináltunk egyébként Miklóssal egy mini interjút, amit most neked is megmutatunk, hogy mi lett abból a kérdés felelepő, meg természetesen önöknek is, és akkor utána folytatjuk. Bagoly vagy pacsirta? Eredetileg én egy bagoly típus volnék, amikor is éjjel írtam, úgy 40 éves koromig, mert akkor volt csend a lakásban. De aztán jobb viszonyok közé kerültem, és most már pacsirta típus vagyok. Mivel indítod a napodat? Meditációval. Félig tele vagy félig üres a pohár? Persze, hogy tele. Marha pörkölt vagy languszta? Languszta. Kit hívsz először, ha baj van? Miért volna baj? Mit nézel meg először egy nőn? Szemét.
Mi a kedvenc időpocsékoló tevékenységed? Nagyon nehéz megmondani, hogy mi időpocsékolás, de biztosan az olvasás. Tehát többet olvasok, mint írok. Melyik könyvet olvastad a legtöbbször? Háború és békét. 10 fölött. Melyik filmet láttad a legtöbbször? Hát én ugye filmdramaturg voltam 17 évig, és a legtöbbször azokat láttam, amelyekkel dolgom volt. Ilyen alapon a Csókanyú címűt láttam legtöbbször, mert azt én írtam, tehát már a vágásnál kénytelenségből láttam, aztán külföldön, ha tanítottam, néha filmírást, akkor mindig azt vetítettem, azt ismerem jól. Mivel lehet felbosszantani? Ostobasággal és főleg humortalansággal. Tenisz vagy tangó? Is. Miklós vagy Tibor? Már egyik se. Vízöntő vagy szűz? Ez is nehéz kérdés, mert mind a kettő fontos nekem. Az életem második felében a szűz akar előre törni, de én a vízöntőt pártolom. Az, hogy egyik se, tehát se nem Miklós, se nem Tibor, azt most hogy kell érteni? Ugye én Tiborként éltem le az életemet 18-ig, és akkor kényszerűségből Miklós lettem, mert elfogadták egy íráson, és Vámos Tibor akadémikusot publikált. De az az igazság, hogy a Miklósra sokáig nem hallgattam. Tehát mikor azt mondták szerkesztésben, hogy Miklós, akkor én így ültem. Biztos ott van Mészöly Miklós. Aztán ugye Miklós úgy kezdett rám ragadni, és a Tibor kezdett lekopni. De egyiket se szeretem. Én azért mondtam azt, hogy Miklós, mert az a főszerkesztő, aki azt mondta, hogy hát te tegyél valami megkülönböztető jelet, legyél mondjuk Vámos X Tibor. Mondtam, ne, az ne. Akkor másik keresztnév, és azt mondtam Miklós, mert ő Miklós volt. De én viccnek szántam, azt hittem, hogy összeröhögünk és kitaláljuk. És ha ez történt volna, akkor Péter lettem volna, mert a magyar irodalomban Péter névvel lehet jól karriert csinálni, ez többszörösen be van bizonyítva. Egyébként is azt jelenti, hogy kőszikla. Hát azért. De az egyik fiam Péter lett. Tehát De valahogy a Miklós mindig fityeget. Egyébként is az, hogy Vámos Miklós, az nem van szerencsés, mert nem mindenki tudja jól ejteni ezeket a betűket. De most már ez így van. És akkor én egyiket se szeretem, még a Vámost se szeretem. Ezt most nem mondom tényleg. Hát a Vámos az egy ember, aki ott áll a határon, kinyitja a bőröndöt, és azt mondja, na mi ez itt? Tehát ezt ki szereti, vagy azért 40 éves koromig ott állt az az ember. És akkor pláne akkor azt mondták, hogy jaj, te is Vámos vagy, mi is Vámosok vagyunk, ha-ha-ha. És akkor, tehát nem. Megjegyzem, hogy az atyai ág, az Homonnáról származik, és ott még Weisbergernek hívták őket, azt még kevésbé szeretem. Ennyi ebetű egy névbe, hát azért, bocsánat. Tehát én úgy szoktam aláírni a leveleimet, hogy VM, hogy kikerüljem ezt a problémakört. De ha most egyébként választhatnál, hogy akkor innentől kezdve most más néven publikálsz, ami neked kedves, akkor visszatérnél a Péterhez? Hát sőt, Eszterházi Péter néven szeretnél. Okay. Vagy Nádas Péter, vagy mind igen, a kettő. Vagy mind a kettő. Így. De a gimnáziumban én jól emlékszem, hogy mintha akkor meg Zakariás Jeromos néven hívottad volna. Hát az ilyen írói álnél volt az iskolai lapban az egyik, de volt, tudod, 32 nevem volt, szóval sok néven. Tudod, amikor az ember kamasz, akkor úgy hülyeskedik. És aztán vannak némelyek, akik úgy maradnak. Mondom ezt óvatosan. Az mit jelent, hogy a vízönt és a szüzet kérdeztük, mert hogy azért az rólad eléggé ismert, hogy az asztrológia foglalkoztat, legalábbis az Apák könyve című könyvet kapcsán mindenképpen el kellett, hogy mélyülj benne, és akkor azt mondtad, hogy most az életed második felében a szűz akar előre törni, de te a vízöntőt pártolod. Tehát miért pártolod a vízöntőt? Hát tudod, ez ugyan, hogy én nem tudom, hogy hiszek az asztrológiában, de használom. Uh-huh. És ugye a napom, tehát a születésem időpontjával kapcsolatos csillagképem az a vízöntő. Most a vízöntő az egy ilyen föld fölött lebegő, nem fizeti be a számlákat, eszébe se jut, hogy kéne neki. És általában ilyen szellemi emberek szoktak lenni. És a való világgal nem sokat törődnek. Ha tiszta vízöntő lennék, óriási baj volna. Tehát azt a mennyiségű ügyet, ami nekem van, azt nem lehetne.
Viszont az az asztrológiai irányzat, amely hozzám közel áll, az azt tanítja, hogy ugye a feléig az életnek, ember élet útjának felé, addig számít ez a nap, és kevésbé az aszcendens, ami a születés órája, perce alapján számítatik ki, de utána előtör az aszcendens, és én már rengeteg emberen láttam ezt, akit közelről ismerek. Akit ismerek, annak meg szoktam nézni a horoszkópját, és úgy elmélázom rajta, hogy igaz vagy nem. Megjegyzem, hogy szerintem a horoszkóp olyan 30%-ot számít a sorsunkban. Mi a 70? Hát van szerintem egy másik 30% a mikrokörnyezet, hova születtünk, hogy neveltek. Van 20% a gének, tehát azért ezt nem mondja senki, hogy 5000 év tudásából, tapasztalatából semmit nem kapunk meg, és ami maradt, az a vakszerencse, és az a legfontosabb. Szóval körülbelül így, így van ez. Ebből neked ez a vakszerencse, ez megvan? Tehát, hogy ez kísértéged azért? Igen, igen. Egész életemben inkább úgy fogalmaznék, hogy az életem és a karrierem véletlenek szeszélyes sorozata. Én nagyon rögtönzős alkat vagyok. Tehát most félve bevallom neked, hogy néha itt el fogok kezdeni egy mondatot, és még nem tudom, mi lesz a vége. De azért valahogy... valahogy mindig beszoktad különbe fejezni. Kivackolódom belőle. Na és minden, ami történt velem, szerencse. Például én tévéműsorokat is úgy kezdtem készíteni, hogy két kollégád, Szegvári Katalin és Érdi Sándor, azt mondták, hogy én csinálok tévéműsorot. Én? Hát én egy könyvmoly vagyok. Mondták, igen, de te olyan jó interjú alany vagy. Hát igen, mert nekik jó interjú alany voltam abban a Stúdió plusz évszám című kulturális műsorban, mert értelmeseket kérdeztek. És még ott volt Kepes, aki kamaszkori barátom. És akkor mondom, én nem tudok, de te tudsz. És akkor én még kihívásnak nem álltam ellen. Na jó, nézzük. És akkor így lett a lehetetlen. Eltűnődtem, hogy mihez értek én. Hát én a történetekhez értek. Jó. Akkor legyen egy műsor, amelyben történeteket mesélnek, de nem én. És akkor kihirdettem a színészeknek, hogy lesz egy ilyen műsor, azt mondták, nem jövünk. Miért nem jöttek? Mi nem tudunk történeteket mesélni, te hova gondolsz? Ha valaki megírja, és akkor én mondtam, üljünk le beszélgetni a kávéházba. Ha utána, amikor fölállunk is, azt mondott, hogy nem akarsz jönni, akkor nem kell jönni. Akkor leültünk, és én megírtam nekik. Megírtad a saját történeteiket? Persze. Hát én ehhez értem. Ezt miért nem mondtad előbb, mert akkor lehet, hogy én is így szerveztem volna. Hát leültem velük, és azt mondtam, ugye a műsornak azért lett lehetetlen a címe, mert mondta, nincs történet. Ja, nem baj, nem baj. Kerültél a lehetetlen helyzetbe. Hát ki nem került? 50-en elmondták, hogy beszorultak a liftbe. Nagyon jó. De én tudtam, hogy ez úgyse lesz a műsorban, ez csak talajlazítás. Veren, nálunk lenne ilyen a műsorban, kerültél lehetetlen helyzetbe? Természetesen. Mi volt az? Hát az Egyesült Államokba például megérkeztem egy ilyen ösztöndíjfélével, és semmi dolgom nem lett volna ott, de egy egyetemhez kellett csapódni, hát a Yale-re küldött a Magyarországi Amerikai Nagykövetség. És megérkeztem, bemutatkoztam a dínnek, tudtam, többet nem is látom, ez egy neves színházrendező volt, harmadnap hivatott, és azt mondta, hogy kedves magyar drámaíró, gondolom azért mondta, hogy már nevem nem ment még. Nem ment azon is. Azt szeretném kérdezni, hogy ön drámaíró? Már mondtam, igen, mert egy bemutatott dráma miatt. Azt mondja, nagyon jó, mert a Szara veszélyeztetett terhes. Mondom, hát az baj. És pénteki napot. És nem elég, hogy veszélyeztetett terhes, azt mondta az orvos, mostantól feküdnie kell. Akkor nem mondtam, hogy baj, hanem hogy jó. És ezért aztán a kurzusát önnek kéne átvenni. Kicsit visszafele vettem a levegőt, nem tudtam még angolul, szóval úgy nem, hogy bemenjek egy tanterembe, nem tudtam, mi a kurzus, és akkor odaadott, ugye precíz nő kidolgozta, oda volt írva, hogy rövid film forgatókönyvének megírása, eddig úgy éreztem, otthon vagyok, hát én filmre voltam, és leforgatása camcorderrel. Most itt nagy baj volt. A, nem tudtam, mi az a camcorder, B, amikor megmondták, akkor végképp nem tudtam, hogy ezt hogy kell csinálni. Nekem itthon még videóm se volt, tehát 87-ben vagyok. Na, és hát ez elég lehetetlen helyzet. Bemész egy osztályba, egy eszközzel, nem tudod, hogy kell használni, ott ül 18 amerikai. Nem tudtam, angolul. Mondtam neki, hogy mutatkozzanak be, és akkor azt mondta az egyik felszólító, Jack Gregor McCann. Ültem, rémültem, hogy lesz ez. De aztán valahogy. Tehát ez, szerintem ez volt a legképtelenebb helyzet.
az életemben. De bevállhattál, mert sokáig maradtál ott, és hagyták, hogy... Igen, türelmesen ültem. Na, visszatérve a műsorodra, tehát akkor lezártuk a lehetetlen, tehát megbeszélted a színészekkel, hogy nekik mik azok a történetek, amiket te majd megírsz. Nem beszéltem meg. Velük dumáltam egy napon át legalább, néha kettő. És így jegyzeteltem. És akkor mit tudom, szóba került 20 történet. És akkor írtam egy ilyen forgatókönyvfélét, és azt mondtam, ezt a 7 történetet meséld el, légy szíves, mindig időrendi sorrendben. Csecsemőkor, ha volt olyan, kisgyerekkor, kamaszkor, blablabla. Mert tudtam, hogy 7 történet fér bele abba a 70 percbe, amit ott eltöltünk, így, és én majd 50 percet fogok ebből csinálni. Szilárdan elhatározom, hogy én nem vágok bele. Tehát az én műsoromban olyan sohasem volt, hogy valaki azt mondta, és akkor elmentem Kaposvárra, nem. Csak ott vágtam, ahol azt mondta, és én elmentem Kaposvárra. Az a jó hely erre. És akkor beleírtam. Tehát például, amikor elmesélte anyja halálát, ami egy szomorú dolog, de az én műsoromban mindig voltak szomorú dolgok, akkor én azt írtam a vázadra, hogy nagyon jó, érdekes történet, anyát halála, licsős, és meséld el, azt meséld el, hogy. És akkor leírtam, hát ahogy tőle hallottam. És azt mondtam, de azt a részt légy szíves, amikor a család összegyűl és vitatkoznak, azt hagyd ki, mert az nem van érdekes. Viszont mi lenne, ha úgy fejeznéd be, és odaírtam valamit, de mint egy prózaíró, ami nem volt a valóságban. Na, de engem az nem annyira érdekel. És akkor 10-ből 7 megfogadta az én poén javaslatomat. Szóval ez így ment. És akkor mit csináltad, ha valaki elfelejtette a felvételek során, hogy mit kell mondania? Szerinted? Rögtön eztem. De volt olyan, mint Sota Irén, megírtam szépen neki a 7 történetét sorrendbe, bejött, és a 6-at elkezdte mondani. Elmondta az egyik negyedet, akkor átcsapott a másodikba. És egy darabig így ültem, volt egy kis asztalon, azt egyszer csak így hátradőltem. Hát jó. A közönség érzékelte, hogy mi történik, és nagyon röhögtek. Az Irén szegény azt hitte, hogy nagy sikere van. És csak mondta. És én úgy magamban gondolkodtam, hát ezt nehéz lesz összevágni, mint ahogy az etruszk vázát, tudod, a kis csempe darabok volt, nem baj. És akkor mikor látta ezt, a kötet csak úgy megkérdezte, hogy mi van. Hát mondtam, semmi, hát hagylak beszélni, Irén, mondjad szépen. És akkor mondott ott egy történetet, egy fordulatot elfelejtett. Most én soha nem kérdeztem, például veled ellentétben, mert te épp és egészséges kérdéseket igyekszel föltenni. Míg én ott ültem, meséltem mondjuk valaki az anyja halálát, és tudtam, hogy van egy elég jó rész a koporsóról, de azt kifelejtette. Akkor gondolkoztam izzadtan, hogy lehetne, és azt mondtam neki, hogy és a temetést kifizette. És akkor láttam, hogy és akkor, érted? Tehát az én szerepem az végszó adó volt, nem... Én nem voltam soha riporter. Ezt azért mondom el mindig, mert a én műsoromhoz hasonlítanak riporter műsorokat, az igazságtalanság. Ugye a riporteri műsor az, hogy akkor látják egymást először, vagy ez is. Hát legalábbis beszélgetni. Mi azért érintkeztünk telefonon, de nem egyeztünk meg, hogy mi legyen, és ez így helyes. Neked viszonylag korán kellett a saját lábadra állni, mert apukád 18 éves voltál, amikor meghalt, neked szívével volt probléma, és anyukád is beteg volt, de a könyveidből azért árad a derű. Hogy tudtad megőrizni a derűdet úgy, hogy azért nagyon nehéz életed volt viszonylag fiatalon? Nézd, akinek könnyű élete van, annak nem fontos a derű. Annak kell, akinek nehéz. Szerintem a derűvel lehet áthajozni a bajokon. És én nem tudok neked erre választ adni, csak azt mondanám, amit már mondtam, hogy szerencsém volt. Valahogy én ezeken a nagyon nagy bajokon ugye át tudtam lépni, és Amerikában állapítottam ezt meg, hogy ahhoz képest, hogy milyen hátrányos helyzetből indultam, egész jól kialakultak a dolgok, és azóta csak javulnak. Most ezt le is kopognám, ha volna itt fa. De szerintem kinevezhetjük fának. Az pozdorja fa, én asztalosok leszármazottja vagyok, az nem fa. Talán itt a láb. Hát még a fejemet tudom, mert igen, a láb az, de az nyugodtan kopogja. Igen, jó. Jó, azt akkor kipipáltuk. Akkor innentől kezdve a következő. Egyébként azt akartam kérdezni, ezt te honnan tudod, hogy az életed második felében vagy? Hát honnan tudod, hogy meddig fogsz élni? Jaj, de vicces vagy. Én ugyan jogi kart végeztem, de tudok számolni. Tudom, az életem második felében vagyok, azt nem tudom, hogy mennyire. Mert az a végelszámolás, de ez határozottan a, mondjuk így, hogy az aranykorom, hogy a legudvariasabban írjam. Azért mondom ezt az aranykort, mert volt egy aranykor nyugdíjpénztár, és ez jut eszembe. Van derűs alkony aggokháza. Sok minden van, igen. De szereted egyébként ezt a kort, amiben most vagy?
Hát most mondok valami furcsát, amit talán te nem fogsz érteni ifjúi korod miatt. Fiatalnak lenni rossz, hölgyeim és uraim. Tehát amikor az ember 18 éves, 25 éves, szerintem aki van fiatal a nézőtéren, ezt igazolja. Nagyon nehéz fiatalnak lenni, mert az embernek nincs pénze, nincs önbizalma, nincs jövőképe. Retteg attól, hogy megfelele a szüleinek, zárójel soha. Rettek, hogy megfelele az iskolákban, a munkahelyeken. És fogalma sincs, hogy hogy lesz ez, mint lesz ez. Na most, engem már annyi csalódás ért, hogy egy ide vagy oda, az már mindegy. És ugye szoktak ezzel viccelődni, hogy az öregkornak vannak előnyei, és az, hogy mondj egyet. Hát én mondok többet. Soha ilyen élvezettel nem tudtam olvasni, mint most. Mert most már sokat olvastam, és... Uh-huh. Aztán soha ennyire nem esett jól a tenisz, pedig már nagyon nem megy. Tehát én azért 30-as éveim végén elég jól teniszeztem tényleg. Hát nem világszínvonalon, de azért ilyen Budapest első osztályig el. Most az nem megy. De ha egyszer valami sikerül, az olyan öröm. A másik, hogy én mindig párhuzamosan két dologgal foglalkozom. Most csak az írásról beszélek. Aha, aha. Az egyik dolog az, hogy valami hosszú dolgot írok, a másik, hogy ilyen kis rövideket. És most... Akkor ezért van az, hogy most áprilisban megjelenik rögtön két könyved? Nem, egy jelenik meg áprilisban. Akkor mikor jelenik meg a másik? A novella? Októberben. Igen? Azt hittem, hogy mind a kettő áprilisban. Hát egyszerre két könyvet kiadni, az nem jó. Tudod, nem saját dolog, magad konkurenciáját? Az olyan, mint nyitni egy pékboltot az utca egyik oldalán és a másikon. Az nem van szellemes. Tehát ez a novellás könyv, aha, ezt jól tudod, az azt a címe, hogy töredelmes vallomás. Aha. Évek óta írom, csupa olyan novellák, amelyeknek a tartalmát, vagy az eredeti történetét én nagyon szégyellem. Na jó, mondjuk közepesen, vagy nagyon. És ezt neked a kávéházban nem mesélném el egyiket se. De az más az írás, akkor... és akkor még az is valahogy alakult, hogy egyre rövidebbek ezek. Először szerkesztői kérés, aztán magamtól. Teljesen elszemtelenedtem, a kötet végén egybekezdéses novellák vannak, aztán egy soros novellák, aztán egy szavas novellák, és aztán 16 üres oldal, mert valahol javasolom az olvasónak, hogy oda ő írja be, amit szégyel, és akkor ez úgy jó lesz. És ez, na most ezt párhuzamosan írtam egy regénnyel, ami októberben fog megjelenni. Azért gondolod te, mert az is, tehát az első változat kész. Ja, lehet, hogy ezért, nem tudom miért, valahogy azt gondoltam, hogy... Na, és az első változatot félre kell tenni. Prózaírás, szorgalom és türelem dolga, ihlet nem kell. Na most nagyon nehéz, ez február 10-én elkészült, és nem nézem meg. De néha vicsorgatni kell a fogaimat, mert kíváncsi vagyok. De nem. 2,5 hónapot kivárom, addigra kihűl, és akkor úgy fogom olvasni, mintha te írtad volna, vagy valaki más. Aha. És akkor olyan kritikusan fogom nézni, hogy ez micsoda baromság, ki talált ezt ki? És akkor bátran átírom. De az átlagosnál ez jobban áll a lábán. Aha. Ez egy olyan furcsa könyv, hogy 9 fejezetből áll, az 9 év története. Uh-huh. És minden fejezet egy Beethoven szimfónián alapul. Nem a történet, a hangulat. Aha. Ezért aztán minden fejezet tételekből áll. Ugye normális szimfónia 4 tételből áll. Kivételt képez Beethoven 6. szimfóniája, amelyik 5-ből, itt át nálam is, aha, ott 5 van, és a hangulatot próbálom imitálni. Ezért aztán úgy írtam, hogy mindig az adott szimfónia adott tételét hallgattam így végtelenítve. Ez nagyon érdekes. Hát egyrészt végre meg tudom őket különböztetni. Tehát most már, ha bejátsza valaki, vagy a rádióba, akkor, aha, tudom, hogy melyik. Eddig én ezt sosem imádtam őket, de valahogy nem jegyeztem meg. Másrészt kíváncsi vagyok, hogy valamennyire érzi-e ezt majd a olvasó. Ez nem fontos, mert egyébként ez egy barátság története, aha, két ember között. Na de emiatt ezt nagyon jó volt írni, emiatt a, hogy úgy mondjam, zenés felár van. De egyébként hogy jött ez az ötlet, hogy Beethoven szimfóniáihoz igazítsd a saját regényedet? Ez egy nagyon érdekes kérdés, de nem ez volt az ötlet. Hanem? Amikor én fiatal voltam és boldogtalan, lásd fent, akkor még nem voltam 20, mikor írtam egy első regény. Szerintem az kis regény volt, de egy regénypályázatra adtam be. Aha. Nyertem is vele. Jó. Az volt a cím, hogy Borgis. A Borgis az egy betűméret, igen, a nyomdában. Én ekkor épp befejeztem 1 éves nyomdai szenvedésemet. A Borgis az a 9 pontos betű, uh-huh,
mert egy francia Bourgeois nevű újságot nyomtak vele, német nyomdász nem tudta kiejteni, mondta Borgis. Azóta is úgy hívják. Na most tehát 9 pontos betűről szól, 9 hónap története. A főhőst úgy hívják, hogy Nain Iván, németesek ezt értik, és ráadásul a regény végére, hát most aki még nem olvasta, annak lelövök egy poént, de annyi baj legyen, 9 ujja marad. Oh. Tehát a 9-es szám bűvöletében. És akkor úgy éreztem, hogy most itt az aranykorban kéne megint valamit a 9-szel kezdeni, és milyen poén lenne, ha azt a főhőst, akit 19 évesen otthagytam, tehát egy évét meséltem el, azt most 60-as évei túl egyszer csak megint egy regény főhőse lehetne. És ő lett, de Nagy Ivánnak hívják, mert nevet változtatott. Hogy ezt honnan vettem, azt nem tudom. Na mindegy, és neki van egy barátja, aki egy hangmérnök, és akkor együtt egy zenefilmen akarnak dolgozni, stb. És a Beethoven az csak ugye a 9-ről jutott eszembe. És akkor először azt akartam, hogy az olyan a címe, hogy Tatatatam. Ugye a komoly zene barátai ezt tudják, ezt a Tatatatamot, 5. szimfónia. Ez anyám szempontjából is fontos, de most erre nem térek ki. De miért nem tesz kire? Nem is tudom, mert rögtönzésemben. Majd esetleg kitérek utána, csak befejezem, hogy meséltem embereknek, hogy írok egy regényt, mi a címe, mi lesz? Talán az, hogy tatatatam. Azt mondták, tatatatam. Nem, nem. Akkor eltekintettem ettől a címtől. És akkor gondoltam, hogy az a címe legyen, hogy a vállási tanácsadó. Mert ez a két ember, ez folyton vállásokban baráti tanácsokat. De ez olyan bulevard, az nem... Nem jó. Meg féltem, hogy oda teszik, van egy csomó ilyen könyv. Hogyan váljál szeliden, vihar nélkül. Tehát ezt ettől eltekintettem. És akkor az a nagyon szerény cím maradt, hogy 9. Az lesz az alcíme, hogy szimfonikus regény, ezt mindannyian értik. És van egy mottója, azt szeretném még az orrukra kötni. Ugyanis Beethoven, mint tudjuk, nagyjából megsüketült elég hamar. De mégis mániákusan vezényelte saját műveit. Na most annyira nem siketült meg, hogyha hamisan játszottak, azt azért ő jól hallotta. De amiatt nem állította le a zenekart. Csak a nagy ívekkel foglalkozott. És mindig azt mondta, ha hamisan játszott a zenekar, hogy legközelebb majd sikerül. Ludwig van Beethoven. És gondoltam, ez egy ilyen válós regénybe, ez egy jó motto. Na, és akkor most, hogy ne térjek ki a kedves kérdésed előtt. Szegény édesanyám sznob volt, azt tudod mi. Ugye a sznob az, aki egyáltalán nem érti a művészetet, de úgy tesz, mintha értené. És mindentől el van bűvölve, amitől az általa művelteknek tartott emberek is el vannak. És akkor a következő szónoklatot hallottam tőle, nem sokszor, csak 200-szor. Édes öcsikém, mert így hívott. Azért hívott így, mert kértem, hogy ne hívjon így. Azt mondta, jó öcsikém. Édes öcsikém, hát nézd meg szegény apukáddal, hogy bevásároltam. Hát ott ül a fotelben. Ez valamiért vicces. Ott ül a fotelba, fejti a keresztrejtvényt. Sehova nem megyünk. Zárójel. Azt nem fejtettek, hogy apám olyan súlyos szívbeteg, hogy levegőt alig kap, de mindegy, zárójelbe zárva. Pedig én hogy szeretnék menni? Színházba, moziba, koncertre, a Zeneakadémiára, meghallgatni, mit tudom én, egy Beethoven 5-et, és sose sporolta meg nekem azt, hogy ta-ta-ta-tam. És kb. A 100-nál mondtam neki, hogy anya, tudom melyik az 5-dik, de hiába. És akkor hát ez ugye szerepel ebben a halhatatlan remek művben. Tehát ez annyi csak egy olyan regényedben, ami nekem egyébként személy szerint a kedvencem, úgyhogy ezt én tényleg az összes közül, nem az összes közül, mert az összeset nem olvastam, de elég sokat. De hát az... szégyed magad. Majd, de most, ne, most nekiállok, és majd felszívom magam. És abból kimásoltam csak egyetlen, illetve pontosabban két mondatot, ami talán rólad szól, nevezetesen, hogy anyukád temet, képzeletbe, hogy a regénybeli anyuka temetésén áll a gyásznép, és akkor azt írja az író, hogy kár, hogy csak most kezdek rájönni, hogy alapjában véve jópofa nő lehetett az anyám. Kár, hogy csak most kezdem irigyelni, amiért annyira bátran élt, ahogyan én sosem mertem. És erről azt gondoltam, hogy ez egy önvallomás. Én ezt jól gondoltam? Szerintem a korrektúrában az önt ki is húzhatjuk. Ez egy vallomás. Igen. Valóban. Mennyire volt jó pofa az anyukád, amire te csak utólag tudtál rájönni? Hát nézd, mindenkinek nagyon tetszett rajtam kívül, és rengeteget rögtek rajta. Én fogaimat vicsorgattam, de komolyan.
De utólag visszanézve mégiscsak egy nagyon bátor, jó fej volt, nem törődött azzal, hogy a társadalom mit szól. Ezt egyébként tudom ajánlani. Nietzschére hivatkozom, tehát azért legyen egy kis kulturális szó. Nietzsche azt mondta, vala is észreveszett, hogy arra mész, mint a többiek, fordulj vissza. Hát anyám el se indult. Egy példát mondok neked, azt hiszem ezt is beleírtam általad szédelgően feldicsért regénybe. Egy szép napon oda mentem anyámhoz, és azt mondta, most küldtem egy táviratot régen elnöknek. Gondoltam magamban, hát ez hülye. Egyáltalán nem tud angolul. És a kis telefonregiszterét megfordítottam, és Ákon bátom betűvel, tényleg ott volt egy távirat szöveg, így kezdődött, hogy régen elnöknek USA ENSZ palota. Miért gondolta, hogy az ENSZ palotában van a régen elnök, azt nem tudom. Ráadásul az New Yorkban van, régen elnök, Washington Fehérház. És azt hitta, ide figyelj, te háborús szédelgő. Vegyél példát Gorbacs titkárról. Ez Gorbacsov akart lenni. Azonnal hagyd abba a fegyverkezést, ezt üzeni neked egy magyar bolsi proletárasszony. Most anyám életében nem volt bolsi, kispolgár volt, ugye asztalos dinasztia. Hát mondom, jó, hát ez jó. És nem mondtam semmit. Következő telefonszámlája 30 ezer forint. Jaj. Mert ezt valami idióta leszámlázta, és valahova elküldték. Nagyon remélem, hogy nem kapta meg a régen elnök. És akkor azt mondta, hamar egy tolmácsot. Milyen nyelven van ez? Portugál. Szóval ő ilyen volt. De a barátaim nagyon hahotáztak. Csak akkor ezt még nem értettem, hogy mi ebbe a vicc. Én az ő anyjukon hahotáztam. Ezt meg ők nem értették. Hát így. És mi a helyzet a bátorsággal? Miben nem érzed magadat bátornak? Ugye ez a regény a 40-es éveimről szól. És akkor én még nem voltam bátor. Mindentől féltem. De hát én úgy éltem az életet, hogy 19 éves koromtól magam tartottam el. Sőt, 15 évesen szüleim kijelentették, hogy mostantól én vagyok a családfő. Hát nem örültem. Még úgy szerettem volna gimnazista lenni, de tényleg nekem kellett a számlákat összerendezni, kifizetni. Ha nem lett volna a gerilla együttes, amellyel pénzt kerestünk, akkor csődbe megyünk. Na mindegy. És akkor nagyon korán megnősültem, az csak azért volt baj, mert rögtön lakbér, villanyszámla, telefonszámla, és én nem álltam erre készen. Hát én még egyetemista voltam. És ugye az írói jövedelem az olyan, hol akkor jön. Nagyon sok hónap volt, hogy 15-én nem volt egy fillér se a házba, és főleg amikor a lányom megszületett, akkor azért kellett kicsit izgulni. Kellett kölcsön kérni. És folyton ettől féltem, hogy egyszer csak az a szabály, hogy hol legnagyobb a veszély, már is jön a segély, egyszer majd nem lesz. De valahogy, és aztán Amerikában minden rendeződött, tehát ott sikerült mindenfélével jelentős pénzeket keresni, és akkor ettől megjött az önbizalmam. Ugye a pénz nem számít, ezt mindannyian mondjuk, de ha van az ember mögött egy tartalék, akkor valahogy nagyobb az önbizalma. Ha már szóba hoztad Kepes András feleségét, ezért neked se egy volt, tehát hogy akkor te feleségednek is lehet köze, igen. Igen, de az én feleségeimnek nem volt semmi közük Kepes Andráshoz, hogy úgy lenne szép. Smile. Töredelmes vallomásról azt mondtad, hogy olyan történeteket írsz bele, egyre rövidebb módon kifejtve, amelyeket egy kávéházi asztalnál nem mernél elmesélni. Nem akarnék. Nem akarnád. Miért érezted úgy, hogy ezt most viszont leírod, hogy mindenki lássa? Egyfajta terápia? Minden írás terápia, természetesen. De ez konkrétan úgy jött, hogy van egy pont, amikor az a gyerekes gondolatot támad, hogyha te megosztod mással, hogy mit vétkeztél. Ugye a töredelmes az azt jelenti magyarul, hogy bűnbánó. Tehát bűneidet megbánod, és én ezeket nagyon megbántam. Például loptam, mondjuk. És nem gyerekkoromban. Sőt, hát egy nagyon nagy forrás az, hogy gyerekkoromban én úgy hazudtam, mintha
könyvből olvastam volna, ezt bele se írtam. Ez volt a legkevesebb. Hát ezt máshogy megírtam. De ezek már inkább felnőttkori ilyen szégyelnivaló bűnök, és olyan is van, hogy nem én vétkeztem, hanem mondjuk a szüleim. De hát én is ott voltam. És valahogy úgy éreztem, hogy hát ha aki ezt elolvassa, az megbocsát magának. A tangóval hogy kezdtél bele? Mert azt be kell, hogy valljam, amikor meghallottam rólad, hogy te most már közel 2 éve tangozol, akkor ez számomra teljesen hihetetlennek tűnt valahogy. Nem tudtam veled így összeegyeztetni ezt a képet. Nem is lehet. Nézd, ugye ez eredetileg úgy kezdődött, hogy így idősebb koromban elővettem a gitárt, és elkezdtem gitáron játszani, számokat írni, tehát olyan. Akkor egy könyvbemutatón a Bornaival felléptünk, de hangszer nélkül. Tehát a Beatles Paperback Writer című számát elénekeltük magyarul. A Paperback Writer az a ponyva regényíró, de én úgy fordítottam, hogy konyhakészíró. És akkor azt ott elénekeltük, úgyhogy ez volt a ritmus szekció. Annyira szerették az emberek, hogy jött 100 meghívás. És akkor a Bornai nyomta, hogy menjünk, tanuljunk, és akkor így. De én elmentem gitártanárhoz, énektanárhoz, nagyon élveztem. Ugye minden, amikor kimozdulsz a biztonsági szférádból, amit komfortzónának hívnak, elég csúnya kifejezéssel, az jó, mert ott pofára lehet esni. Ha nem adsz magadnak esélyt a pofára eséshez, sikered se lesz. És akkor volt ez a gitározás. És többek között tangókra írtam magyar szöveget. Azt talán önök nem tudják, hogy a 20-as, 30-as években őrült divat volt Magyarországon az argentin tangó. Rengeteg szám van, amit mindenki ismer, ami argentin tangó. Mondjuk, hogy egyet mondjak, lesz maga just is az enyém, csak az enyém. Ez egy tangó. De sok ilyen van még. Most nem kezdek énekelni. De nyugodtan szerintem ezt bírnak. Tudom, te azt szeretnéd. Én igen, de nem bírtam meggyőzni. Mondtam, hogy hozz el a gitárodat és játssz valamit nekünk, kategorikusan elzárkozott. Pedig lehet úgy, mindig Radnótira elvittem. Jó, arra oda elhoztad, igen, ott mindig gitározta. Mást. Na, és akkor volt egy sötét periódus az életemben. Nem akartam az estéket egyedül tölteni, és emlékeztem, hogy kamaszkoromban imádtam táncolni. Ilyen rock and roll. Lámpám, tényleg? A dudám, a kuplungom. Hát ezt. A Boschba jártam, játszott az Illés, de még angolul. Elkezdtek magyarul játszani, észre se vettük. Hát olyan gyatra volt a hangosítás. Na mindegy. Ki volt írva egy tábla, kidobni tilos. Tudják, mit jelent az? A nőket így. De azért kidobtuk mégis. Akkor jött a kizgárdista, a megfegyelmezett. Na és gondoltam, mi lenne, ha elmennék táncolni. Elmentem szalszát tanulni. De a szalsza az olyan, mint az állati domárság, tehát ott vagytok, párok. Én egyedül mentem, de rújéda van, tehát minden táncnál párcsere. És akkor van egy tánctanár, aki, ugye ez nagyon egyszerű kis ritmizálás, egy-két-hár szűn, egy-két-hár szűn. És akkor az bekiabálja, hogy mi jön, milyen figura. Encsufla doble, és akkor mindenki azt csinálja. És ezt én untam, én a rögtönzést szeretem. Úgyhogy ebből úgy kikaptam, akkor nézelődtem, és akkor rájöttem, hogy tangó kéne. Mert én nagyon szeretem a tangó zenét. Ugye 2 nagy szám van, amire mindig gerjedek. Az egyiket mindannyian ismerik, a Van, aki forrón szereti című híres filmben. Ugye La Comparsita, úgy hívják azt a számot, egy perui, nem, de talán perui ember írta. Nem, uruguayi. Egy uruguayi ember írta. És ugye Jack Lemmon, mint nő egy ilyen rózsával. Na, az nem tangó, rózsa nem kell. Mindegy. Az az egyik szám, a másiknak pedig az a címe, hogy Por una cabeza, ami azt jelenti, hogy fejhosszal. És ez meg egy argentin szerző, úgyhogy, hogy Carlos Gardel. Arról szól a szövege, hogy a lóverseny olyan, mint a csajozás. Ő például mind a kettőbe fejhosszal lemarad. Ez a szöveg. Én nem ilyen szöveget írtam magyarra. Tehát nem lefordítottam. Írtam, de én egy emancipatív nő szövegét írtam meg, tehát ezt nőnek kell énekelni. Kis idézetet mondok, és akkor fogják tudni. A dallamát azt talán majd egyszer itt bejátszod, de mindegy. Az a magyar szöveg, hogy akkor is lesz tavasz, mondja a nő egy férfinak, ha te nem vagy paraszt. Udvarolj és ne morogj, mert úgy maradsz.
Ha velem kavarsz, jobb, ha betakarsz, nálam az nyer, aki olvas gondolatokat, stb. Stb. És akkor ezt megtanultam a gitáron, meg mit tudom én, és elkezdtem járni tangózni. Na most, ha azt hiszik, hogy a tangónál úgy van, hogy különböző lépéseket kell tudni, tévednek. A tangó szintiszta rögtönzés, és a tangó a bizalom művészete. Tehát egy férfi és egy nő megbízik egymásban, de sajnos van egy kis feudális beütés. A férfi a vezető. Bocsánatot kérek a hölgyektől, de a hölgyeknek azt kell csinálni, amit a férfi vezet. És hát ha valami... Ez általában így van, tehát, hogy így... Nem úgy érzem. Hát ezt mondod te, és az egyenjogúság azzal mi lesz? Nagyon egyenjogúak vagyunk, én azt nem állítom, hogy nem, csak úgy mondtam, hogy az esetek meg, hogy többségében azért otthon. Az úgy néz ki, hogy... Azért te mondod meg, hogy mi történjen otthon. Nem, én csak bólogatok. Higgyük ezt? Szerintem igen. Ne szavazzunk, hogy elhisszük. Szóval a lényeg az, hogy a tangó az a játék, hogy egy nő rábízza magát egy férfira, ez a való életben már nincs, sajnos. És de akkor... most meg te mondod komolyan, hogy nincs ilyen a való életben? Nincs, senki nem bízik senkiben. Tehát ha te azt hiszed, hogy gazdasági válság van a világban, meg politikai válság, akkor tévedsz. A világban bizalmi válság van. A politikus nem bízik a népben, a nép nem bízik a politikusban. Férj nem bízik a feleségben, feleség nem bízik a férjben. Barát nem bízik a barátban, üzlettárs az üzlettársban. Általános bizalmatlanság van, és a tangó ez ellen lázad. És akkor, ha már itt tettünk, még azt gyorsan elmondom, hogy tangózni, ugye van ösztánc, milongának hívják. És az nem úgy van, hogy oda megy az ember, na, jössz csörögni? Az ott nincs. És megmutatom, hogy az ott hogy van. De mondjuk, tételezzük fel, hogy én egy férfi vagyok. Ezt... És akkor itten ő döngök, ugye, ez a Milong táncparket, ő meg ott ül, csinos nő, nem egészen tangóra van öltözve, de jó. És akkor én szeretnék vele táncolni. Akkor elkezdem nézni, ezt úgy hívják mirada, de nem fontosak a spanyol. Így nézem. Most, ha így visszanéz, ne, akkor nem nézek. Akkor oda megy. De ha úgy nem néz vissza, nem mondjuk önökre néz, azt jelenti, hogy ő nem szeretne velem táncolni. Akkor én búsan így odébb megyek, elkezdek nézni egy másikat. De ő ebben a tandában, a tanda az egy adag tangó, konkrétan négy, akkor ő másik férfival sem mehet, ha van benne egy csepp becsület. Nem mindig tartják be, de hát nekem ez tetszik. Ha viszont így nézlek, és te visszanézel, és így bólintasz egyet fejeddel, akkor az azt jelenti, hogy oda mehetek. És akkor oda megyek, és tovább már nem is kell beszélgetni, hanem akkor utána fogunk. Na most ez nekem nagyon tetszik, és nagyon jól esik, ha megbíznak bennem. Azt mondta a rendező, hogy ide üljek, és mit a moment schuldig, tessen. Tehát milyen jól tudunk téged felvenni. Egyébként mondtad, hogy majd biztos kitérünk, és tényleg mindjárt meg is mutatunk egy nagyon-nagyon rövid részletet. Ez egy Asszony illata című filmből, Al Pacino híres jelenete is benne van, amikor tangózik. De nem tudom nem megkérdezni tőled, hogy amikor azt mondtad, hogy bizalmi válság van, akkor magadról is beszélsz, tehát te sem bízol meg senkiben, aki a környezetedben van? Amióta ezt megértettem, de ez 15 éve volt legalább, azóta nagyon igyekszem. És első csalódásig mindenkiben megbízom. Aha. Tehát ha nekem most azt mondod, hogy mire kimegyünk, 22 fok lesz és süt a mediterrán nap, el fogom neked hinni. Amíg kiérek, és látom, hogy szemerkél a hó. Aztán már mondhatsz akármit. Mi van ezután, az első csalódás után szakítasz? És ez most minden kapcsolatra értem, tehát nem... Nem, visszajövök, és azt mondom, miért mondtad, hogy mediterrán nap süt, és akkor te jössz. Azt reméltem. Ja, de nem azt mondtad, hogy remélem. És akkor nem, néha túlteszem, néha nem, tehát ez helyzetfüggő. Sok barátod van egyébként? Fájó pontra tapintasz, ugyanis amikor befogadott a magyar irodalom, én voltam egy gimnazista, végzős gimnazista. És akkor olyan volt az irodalom szerkezete, hogy a Hungária kávéházban, annak előtte New York, most megint New York, a Boszkoló Hotelben van, akkor ott minden hónapban volt újírás baráti találkozó, és az összes nagy magyar író ott volt. Tehát havonta számíthattál rá, hogyha érdekel, akkor ott lesz Déri Tibor, Örkény István, néha még Ottlik is eljött, pedig emberkerülő volt, Mándi mindig eljött. Nem jött Németh László, mert ő vidéki, de I.S. Gyula, tehát mindenki. És akkor én ott ebben lubickoltam, és azt a rettenetes tévedést követtem, hogy azt hittem, hogy ezek a barátaim. Mert ugye én oda mentem először még rövid nadrágba, ez úgy tetszett nekik,
pirulva mesélem neked, hogy rögtön elkezdte köcsízni, pedig nem kérdezték anyámtól. De tőlük valahogy elfogadtam, és akkor én nagyon érdeklődő típus voltam, és mindegyik igyekezett a szakmához tanácsokat adni. Ha kérted, elolvasták a szövegedet, némelyik bele is javított. Szóval nekem ez nagyon fontos volt. És akkor abban a hiszemben voltam, hogy ennyi barátom van, jaj, de jó. És a kortársak nem érdekeltek tovább. Hát aki Örkény István asztalánál ülhet, az miért akar ülni egy kortársa? És akkor egy óriási meglepetés volt, amikor kiderült, hogy ők csak bizonyos értelemben halhatatlanok, és egyszer csak még a 30-as éveim alatt elkezdtek meghalni, és mindig a legfontosabbak és a legjobbak. A gonoszak máig élnek. És akkor egyszer csak itt maradtam barát nélkül, de már elmulasztottam a kortársi barátságokat, és úgy látszik, hogy apa hiányom van, mert azóta is nálam jóval idősebb férfiakkal és akár nőkkel barátkozom. Tehát az atyai-anyai barátság az nagyon jellemző. Ilyen értelemben például Müller Péter az egyik legjobb barátom, a senior, tehát nem a énekes, nem hanem az ezoterikus szerző, meg főleg a felesége. Őket én nagyon szeretem. Aztán vannak ilyen barátaim, mint Berki Tamás, akivel együtt voltunk a Gerilla együttesben, és ő egy jazz énekes, az ugye nem nagyon siker műfaj Magyarországon, de most éppen Máté Péter díjat kapott, aminek én nagyon örültem. A Máté Péter díj az a Liszt díjból szakadt le, mert a szomorú zenészek tiltakoztak, hogy a könnyű zenészek is azt kapják, mindegy. Szóval vannak ilyen nagyon hosszú, mint a Berki, tényleg 15 voltam, amikor megismertem, ő 5-tel idősebb. És aztán van még Kepes András, őt onnan ismerem, hogy egy osztálytársnőm lett az első felesége, és már negyedik gimnáziumban úgy fölvezette a Zsuzsa, ami kvázi tőlem kérte meg a kezét az András, és aztán a további két feleségéhez is volt valamiféle közöm. A másodikat ismertem, a harmadik titkárnőm volt az IBS-ben. Szóval így élünk. Ha már szóba hoztad Kepes András feleséget, ezért neked se egy volt, tehát hogy akkor te feleségednek is lehet köze, igen. Igen, de az én feleségeimnek nem volt semmi közük Kepes Andráshoz, pedig úgy lenne szép, én nem is irigyelném ezt, de nem így volt. Na most mutattunk egy részletet. A filmből? Az egy Asszonyillata című filmből. Hát igen, azt ugye tudják, hogy itt egy világtalan embert játszik az Al Pacino, és ez nem is tangó. Tehát egy világ leghíresebb tangó zenéje, mellesleg Itzhak Perlman játssza a szólót, tehát a legnagyobb hegedűs. De ugyanez a szám benne van a Schindler listája című, Spielberg az eleje. Szóval mindegy, de ez egy nagyon szép szám. Ez az az említett Por una cabeza, tehát egy fejhosszal. Igen, akkor fordításod, is lesz tavasz, stb. Oké, hogy ez nem tangó, de egyébként te is így táncolsz, tehát amikor lemész a klubba, akkor ezt lehet látni? Hát a tangó az azért egy sajátos tánc, tehát ezek ilyen betanult figurák voltak benne, meg nem szabad rángatni a hölgyet, ahogy ez ott nincs. Sokan azt hiszik, hogy a tangó az egy erotikus dolog. Nézni az is. De csinálásban nem az van, tényleg az, nem az ölelés, hanem a bizalom művészete. Úgyhogy nem egészen. Miben kell egyébként bízni? Tehát amikor két ember táncol a táncparketten, akkor mire mondod azt, hogy ez a bizalom művészete? Neked, tehát tegyük föl, hogy te meg ugye nő vagy. Legalábbis remélem, hogy el lehet hinni. Igen. Ezt már miniszoknyánál tisztasz. Tehát neked abba kell bízni, hogy én jót akarok neked, és amerre vezetlek, az jó lesz. Aha. Ez néha tényleg fontos, mert Milongán ott van egy csomó ember, és a férfi dolga, hogy ne menjünk neki. Egy olyan egy hónappal ezelőtt egyszer egy Milongán én szépen táncoltam, tettem, vettem magam, egész jól éreztem magam, mikor a mögöttünk lévő párban a férfi nem figyelt, és a nő ide rálépett a sarkamra.
Na most a tangó cipőnek ilyen magas sarka van, és éles. És egy olyan véres sebet vágott rajta, hogy a nyoma még most is megvan, hetekig fájt. Tehát a nőnek abba kell bízni, hogy nem hozza ilyen helyzetbe a férfi. Mert ott is a nő kezdett el sírni és összetörni. Pasi az csak bocsánatot kért. Tehát ez a különbség nők és férfiak között. A férfinak pedig abba kell bíznia, hogy ő, amit gondol, ugye, az van, hogy táncoksz, na most licsős, menjél ide. De nem lehet mondani. Valahogy licsős, fáradj ide. Jaj, de jó, oda mentél. Na most licsős, gyere ide. Nagyon jó. Most csinálj egy ocsót. Ocsó az 8 spanyolul, és egy ilyen figura, hogy ilyeneket csinálni. Tehát abba kell nekem bízni, hogy én ezt át tudom adni. És a milongán olyanokkal táncolunk, akivel nem vagyunk összeszokva. Az, mikor valakivel betanulsz egy számot, az egy mutatvány, az nem tangó. Egyszer volt egy olyan elejtett mondatot, hogy azért egy-két lépést nagyon szívesen megmutatnál itt nekünk. Nem, az neked volt egy mondatot. Hogy, sőt, azt mondtad, hogy én itten tangózzak, és mondtam, hát az nem úgy megy, azért egészen. Hát hogy megy? Hát ugye a tangó az úgy megy, hogy olyan emberek tangóznak, akik szeretnek, szoktak. Nem beszélve arról, hogy nem egészen vagyunk tangócipőkben. Hát azt tényleg nem szereztem be. Bár de elég hát, magas sarkuba vagy. Hát a magas sarku az megy. És mond bőrtalpú a cipőd? Bőrtalpú, igen. Az egy előny lesz. Na. Tehát akkor már haj lesz rá, hogy akkor valamit mutass. Hát nézd, ha már itt ülünk, nyilván nem fogok ellenállni, csak kicsit kérettem magam azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy ez így megy. Hogy tehát, csak úgy föláll és tangozik. Nem, de tényleg, tehát nem bohócot akarunk csinálni se belőled, se belőlem. Igazából azért fogok mégis néhány lépést mutatni, mert nagyon szeretném, ha mindenki menne tangózni. Elmondom röviden, hogy miért, és ezt érteni fogják. Azt mondtam, hogy a tangó nem egy erotikus dolog. Tényleg nem az, bár néha így át közel tartásban, tehát két mellkas összeér, de nem azért ér össze, amire gondolok, hanem azért, mert akkor sokkal jobban lehet érezni, hogy mit csináltam. Na, és ha elmennek mondjuk egy házaspár, elmegy egy milongára, vagy akár tangó órára, tehát érdemes először órákkal kezdeni, akkor a férfi, aki mondjuk már egy kicsit időske és olyan ramati, szóval nevezzük viharvertnek, az egyszer csak azt fogja tapasztalni, hogy az ott lévő fiatal tangózó hölgyek szívesen tangóznak vele is. És egész jól megy. És teljesen úgy néz ki, és úgy kicsit úgy megfiatalodnak. A feleségük, mikor ezt nézi, akkor egy kicsit rosszul érzi magát. De a férj ázsiója úgy megnövekszik. Hát ha ezeknek a fiatal csajoknak is ez jó, hát akkor gyerünk. Na de ugyanezt történik, amikor a nőt felkéri egy fiatal fiú, erőtől duzzadó, és ott forgatja, akkor meg a férfi. Ezt nem is gondoltam volna. És utána kicsit jobb lesz a párkapcsolat. Igen? Na akkor mindenképpen táncoljunk, mert itt a férjem a nézőtéren, tehát hogy valamit pörgessünk ezzel. Jó. Légy szíves, azokat tedd le. Nem tudom, mire szolgálnak, de tedd le. Ez lesz a finálé. Mit szólsz hozzá, hogy ezzel... Nem jó? Valami nem más találják ki finálé. Légy szíves, állj föl. Ja, azt hiszem, hogy úgy jelentőségtelen nézel először. Ülve szeretnél tangózni? Tessék? Ülve szeretnél tangózni? Nem, csak hát azt hittem, mert mondtad előbb, hogy úgy kell, hogy nézel, és én bólogatok, és akkor. Most már megyek utána tényleg, mint a pincsi kutya. Na, ha jössz utánam, akkor légy szíves, álljál velem szembe. Igen. És azt most tulajdonképpen önökhöz beszélek, de ő rá nézek, mert ő lesz a partner. Tehát ugye a tangónak az első dolga az, hogy mindig egy lábon állunk. Okay, és ezt súlylábnak hívjuk. Aha, jó. Másik az ugye tud mozogni. Azt tud. Na, de mivel mi ugye egymásnak ilyen kontrapartnerei vagyunk, azt kéne csinálni, hogy a te súlylábad az mindig az ellentétes az enyémmel. Tehát ha én a balra... Ez már most meghaladja a képességem. Ez na, így? Így jó? Tehát jó, ne törődj azzal, hogy jobb vagy bal, hanem jó. Azt nézd, hogy én hol jó. Vagyok. Így. Ja, már rosszul vagyok, jön? De, és egy egész picit érdemes behajtani a térdet, de az nem fontos. Oké. Okay. Okay. És akkor így, és szól egy zene, mondjuk ez a és akkor itt most először így csinálunk, igaz? Aha. Jól belehelyezkedünk. Már tudok tangózni. Nem. Tangózni azt tud, aki 20 éve tangózik. Én 2 éve.
De ezt még lehet, hogy elérjük, hogy még egyszer föllépsz ezzel, nem? A gitár is 42 fölépni évig nem volt a kezedben. De szeretnék még 20 évig tangózni. Legyen úgy, jó? Na, tehát most még csak így mondjuk így, hogy billegtünk ritmusra. Jó. És te mindig arra az oldalra, és egy kicsit eltúloztam, hogy jól lásd, ennyire azért nem kell. És akkor egyszer csak lépni fogok egyet ide, te is lépjél abba az irányba, ide, így. Igen. Mellé húzom a másik lábad, de nem tehénkedek rá, csak egy picit. Oké, jó, oké. Utána visszalépünk, ide visszateszik, most ezt húzzuk mellé, kész. Okay. És mindig az egyiken állunk, azt hívják súlylábnak. Jó, ez már megvan. Na most állsz azon a súlylábon. Ezen állok, igen. Az teljesen jó. De most én ellépek így előre. Én menjek hátra. Hátra kéne, jó, így. Okay. Mellé húzod. Ja. Mindig így be kell fejezni. Rogyantok. Ja. És kész. Ezek az alaplépések. Mondom, hogy tudom, tankozok. Na most lehet, igen? Ne siessd el. Lehet lépni előre, átra, jobbra, balra. Jó. És lehet persze pörögni is, ha én elkezdek így csinálni, akkor itt mellettem kéne, de talán nem foglak most ezzel kínozni. Igen, ha lehet. Na, legyek kíméletes. Ugyanezt megpróbáljuk zenére. Jó. És a zenénél az a jó, de még nem kérném a zenét, most egy kicsit még megpróbálok még egyszer. Igen. Úgy, hogy legyünk összeköttetésben. Jó. Most legyünk, add ide a kezed szépen azt is, és tedd ide, úgy. És álljál itt. Jó. Nem úgy, csak nézz a szemembe szépen. És akkor szól de valami. De fordítva nem tudom. Szól valami zene, egy-két, így. És akkor próbálj így jobbra-balra. És akkor egyszer csak, mikor gondolatom támad, akkor ide kilépek, és te is. Visszalépek. És te is. Megint kilépek, és te is. Most így elfordítalak erre, így. Így. Lépjük ugyanezt. Okay. Érted? És körülbelül ez a tanul. Na, most ha akarod, megpróbálhatjuk zenére is. De zenére úgy fogjuk megpróbálni, hogy lesz egy ilyen tangó tartás, ezt könnyedén helyezd ide. Hát nagyon könnyű egyébként könnyednek lenni most így ebben a helyzetben. Erre menjünk oda, mert nincs elég. Jó, menjünk oda. Na, és akkor kérd meg, légy szíves a hangmérnököt, hogy kezdje a zenét beadni, és aztán lesz, ami lesz. Elnézést kérünk. Akkor megkérjük a kedves kollégákat. Csak bátran kövess engem szépen. Itt ritmusváltás következik. Jaj. Smile. Különben, csak nekem nem volt annyira jó ehhez nézd, a lábom. Nézd, akkor így fejezzük be. Köszönjük szépen. Már most Miklós volt a vendégem. Tartsanak meg jó majd tanulózunk. Már most Miklós. Annyira jól sikerült, és annyira jól ment a dolog, hogy tulajdonképpen lehet, hogy már az első év végén, vagy második végén én ifjúsági toronyúró bajnoknő lettem, mert csak hárman indultunk. Az osztályban is, hogyha nem akartunk felelni, vagy valami volt, akkor valaki fölkiáltott, hogy Marika, csinálj valamit, vagy valamit, és akkor fölpattantam a padra, és ott steppeltem, meg énekeltem, 10 perc elment az órából. Ez egy bolhapiac, ez nem egy bolt, és itt alkudni kell. És akkor mondom, hogy jó, hát alkud, majd alkuszom. És akkor, hogy wie viel kostet? Einmal, zwei. Csirkecomb. Ha-ha-ha!